Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Annyi mindent megtanulunk ebben az életben, de azt, hogy éljünk igazán boldog családi életet, vagy hogy hogyan legyünk boldog feleségek, vagy hogy hogyan neveljünk boldog gyerekeket a társadalmunknak, ezt nem igazán tudjuk megtanulni, vagy nem igazán tudjuk elsajátítani. Ma este itt van velem a stúdióban az a kedves hölgy, akitől most egy kicsit pongyolán ugyan, de őtől leidéztem ezeket a szavakat. És most nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Bagdi Emőkét. Egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, Emőke. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőinket is. Bagdi Emőke, egyetemi tanár vagyok, pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem emeritus professzora. Az életem középpontjában az egyik fő téma a család, szeretett kapcsolatok, párkapcsolat, és így, hogy ma erről beszélgetünk, nagy öröm a számomra. Köszönöm szépen. Akkor talán kezdjük innen, hogy mi is a család? Attól függ, hogy kit kérdezünk, és milyen választ ad erre, ugyanis a család alapvetően megnyit egy spirituális dimenziót a számunkra. Ez elég egyetemes, ha ebben egyetérthetnénk. Ugyanis arról van szó valóban, hogy a családdal mi az élettörvényt teljesítjük be. Mi is az élettörvény? Az, hogy kaptunk egy életet, egyikünk se kérte, de kaptuk ajándékba. És akkor vajon ezzel az élettel mit kezdünk? Az élettörvény azt mondja, kaptad, óvd meg, védelmezd magadét és másokét, minden módon akadályozd meg, hogy az életet valaki is és vagy valami megkárosítsa, és vidd tovább az életet. Na, itt vagyunk a családnál, vidd tovább az életet. Vagyis nemz gyermeket, szűj gyermeket, és hogy ezt a kettőt így megkülönböztetve mondtam, igen, mert a férfi és a nő számára az élettörvény értelmében más az alapvető feladat. És nagyon remélem, hogy akárhogy bonyolódik és változik meg a szemlélet és ez a furcsa világ, amiben élünk, elvitathatatlanul megmarad az a szerep, hogy a férfi nemzi, és a nő hordja, megszüli a gyermeket, és így a férfi és a nő magfunkció, ahogyan Carl Gustav Jung, a múlt század világhírű pszichológusa mondta, a magfunkció sértetlen marad. Család, miért is spirituális dimenziót nyit meg, mert tovább visszük az életet, és így az örök élet azok számára is kell, hogy érvényes legyen, akik nem vallási értelemben hitben élő emberek. Na de ugye tudjuk, hogy mindenkinek van hite, valamiben hisz, az ateista is valamiben hisz. A hit az, ami megadja az identitásunknak, személyiségünk magfunkciójának az erejét, a gyökerét, mire építjük, milyen elvekre, értékekre építjük az életet. Ilyen értelemben mondtam, hogyha valaki akit megkérdezünk, mit jelent neked a család? Akkor felteszem a kérdést neki, hogy érvényes neked ez a fogalom, hogy küldetés, vagy rendeltetés? Mert ha azt mondod, nem, én más hitben élő ember vagyok, és ezért úgy gondolom, hogy az élet arra való, hogy éljünk elég boldogan, hogyha lehet, legyen nekem jó, mert én azt megérdemlem. És hát ugye párkapcsolat, hát szükség van társra úgy, hogy valójában szexpartnerre volna szükség, együtt élünk, és akkor, ha belegondolunk, hogy milyen mentálisan fertőzött világban élünk,
tárgyasult a kultúra. Ez alatt azt értem, hogy a tárgyakkal kapcsolatos értéktudat át van csúsztatva az emberi kapcsolatokra. Vagyis, hogy mit csinálunk a tárgyakkal? Hát először is megvesszük, felhasználjuk, elhasználjuk, kihasználjuk és eldobjuk. Mert nem javítjuk, igaz? Nem veszünk újat. Mit csinálunk az emberi kapcsolatokkal? És akkor most mindenkit tisztelettel arra kérek, nézzem már körül, hogy mit tapasztal maga körül. A fiatalok világában milyen értékek érvényesek? Összebútorozunk. Hát a kifejezés maga is szörnyű szerintem. Mert nem arról van szó, hogy csak a bútorainkat rakjuk össze, hanem elköteleződünk, felelősséget vállalunk, mert a másik az nem tárgy, akit elhasználok, felhasználok, kihasználok és eldobok. Márpedig nagyon gyakorta látjuk ezeket a súlyos életmintákat, hogyha valami nem megy elég jól, egy párkapcsolat, amikor két ember persze természetes módon az élet törvénye értelmében összeszerelmesednek, és akkor összeköltöznek a mai, hát hogy úgy mondjam, elfogadott kultúra lépései szerint, és akkor hát valahogyan, ha nem sikerül, a várakozásaik nem teljesülnek, és tényleg úgy van, hogy a szerelem hímpora előbb-utóbb csak lehull, és akkor ott van a kihozanító valóság. Ismerjük-e eléggé egymást? Tudunk-e elköteleződni? Tudunk-e felelősséget vállalni? Ugye a szenvedély maga sajnos nagyon kevés ahhoz, hogy egy párkapcsolat életképes legyen. Nos, ha egy ilyen hedonista szemléletben erre alapítjuk a párkapcsolatot, hogy én úgy alapítok családot, hogy majd úgy fogadok gyermeket, vagy úgy nemzek, vagy szülök gyermeket, hogy valójában hát az én életem a fontos, nem a gyereké, nem a család lesz a központi, már pedig ugye azt mondja az élettörvény, hogyha te elköteleződtél, felelősséget vállaltál, hogyha a szenvedély mellé ott van az a fajta szeretett szövetség is, szövetség ez már, nem is szerelem, mondja József Attila, fölül írja a szövetség a szerelmet is. Ha én egy ilyenfajta elgondolásban vagyok benne a kapcsolatban, akkor nyilvánvaló, hogy úgy fogadok gyermeket, hogy én és te, most a két körrel jellemezném, hát nem tudok itt most rajzolni, de a két kör, ugye milyen módon a két én, a két ember, hogy lehet egymásé? A szerelemben így vagyunk egymásé. Aztán az individuumok, ugye az egyedek, egyének, elkezdenek a saját személyiségük jellemzői a magukkal hozott dolgok alapján úgy működni, hogy egy kicsit mindenki a sajátját szeretné érvényesíteni. És itt jönnek azok a törésvonalak, ha egy individualista családszemlélet uralkodik, akkor a magam javát keresem, és nem a páromét és a gyermekét. Na most itt azt hiszem, ezen a ponton áll vagy bukik a dolog, hogy a családra úgy válaszolunk-e, hogy amikor én már veled egy vagyok, akkor törekszem arra, hogy mindig meg legyen ez a fajta közös mi, azt mondja a pszichológia, a mi egy más rendszer szint, ahol az én és te úgy szövetkeznek szétválaszthatatlanul, hogy abból kijön egy közös cél. Na most ez az közös én, a mi tudat, és mi együtt, mit akarunk mi 5 év múlva, 10 év múlva, hogyan tervezzük az életünket. És ez a közös életterv nem tud kibontakozni, akkor sajnos az a szövetség megsérül, ami lehet, hogy nagy szenvedélyek és szerelem köt össze, de már nem ugyanaz, és nem tudja az élettörvény szerinti küldetést teljesíteni. Tehát akkor igazából érzelmi alapon kötünk házasságot. Mennyire tudunk ebben segíteni, vagy a társadalmunk mennyire segít abban, hogy tudatossá tegyük ezt az igazi jó családalapítást szerinted? Szeretném megerősíteni, hogy igenis érzelem köt össze két embert. Igen. Tehát így az alaptételre tehetjük, hogy a szenvedély, a szeretet, igen, mind nagyon a kettő. Fontos. Ugye azért az erosz és az agapé egyaránt a két különböző szeretett típus kell, hogy legyen, mert az agapé a másik olyan szeretete, hogy fontos vagy a számomra fontosabb, mint én magam. Ha ez nincs benne, akkor bizony maga az erosz az egy eléggé, tehát viharosan működő dolog. Igen. Tehát egy érzelmi alapkapcsolat. Hogy is vagyunk ezzel? Mi
Hozunk magunkkal egy egész élettapasztalatanyagát sűrítetten itt a puttonyunkban. Mit láttunk, milyen egy édesanya, milyen egy édesapa, milyen egy családi élet. És ez egy bizonyos fogékony korunkban, 3-5 éves kor ez a fogékony időszak, amikor imprintálódik, bevésődik, vagyis automatikusan, akarattalanul, szándéktalanul beépül, mint egy minta. Ugye, ilyen korán, 3-5 éves korban. Hát szeretni, még korábban tanulunk meg. Uh-huh. Szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni az első életévben. Uh-huh. Mégpedig zsigeri, vegetatív módon. Úgy, hogy van egy idegrendszeri kötődési minta. Baulbi nevű szerző világhírű lett azzal, hogy a kötődési munkamodell fogalmát közéadta, és igazolta azt, hogy az anya-gyerek kapcsolatnak a zökkenőmentes és igazi szereteten, egymás szükségleteinek az akceptálásán múló, most azt mondom, egymás szükségletei, de a gyerek, a baba csak kifejezni tudja, hogy mire van szüksége, az édesanyja viszont ugye, mint zárva a kulcs, úgy válaszol a baba szükségleteire, és akkor van egy biztonságos kötődési minta, milyen ez idegrendszeri, hormonálisan megalapozott, benne vannak olyan hormonok, amelyek később majd, hogyha a gyereket bármi viszontagság éri az életben, úgy fognak életbe lépni, hogy például csitítják a stressz hormonnak a rossz stresszhormonnak a szintjét, és a feszültség szintjét, és azon kívül van egy olyan bizalom, ősbizalom, így is nevezhetnénk, amellyel a gyerek, amit megkapott édesanyjától, és persze édesanyja mögött álló szeretett kapcsolati rendszertől, igen, mert a pár meg ott áll a férj, ott áll a feleség mellett, a feleség bizalmat kap, erőt, támogatást, biztonságot, ezt tudja sugározni a gyerek felé, így tud jó anya lenni, aki a gyermeknek teljes biztonságot tud adni, így tud kialakulni a biztonságos kötődési minta, ezért van kezdetektől szükség arra, hogy igenis álljon ott a férj, a biztonság adó férfi a nő mögött, vizsgálatok igazolják, saját Károl is vizsgálataink, hogy ott, ahol megvan a nő mögött ez a fajta biztonság adó férfi támasz, ott például nyugodtabb a nő, kevésbé depressziós, kevésbé szorongó, és a baba nyugodtabb, de ez természetes, mert a baba automatikusan átveszi az édesanyja minden rezdülését, mert még nincs olyan fajta, hogy úgymond a válaszfal, ami elkülöníteni az ént a tétől. Átfolyás van az anya részéről a baba idegrendszerébe, és szinte leképezi és visszatükrözi azt, amilyen az édesanyja lelkiállapota. Első életév, szeretni, örülni, ragaszkodni, bízni. Így tanulunk meg. Igen. Mélyen, programszerűen. 3-5 éves kor között nagyon fontos identifikáció, azonosulás. Az más, mint az azonosítás, mert mikor kamasz vagyok, akkor hát annyira szeretnék olyan lenni, mint ideálokat választok, ugye? Az már tudatos, de ez nem tudatos, ez mélyen beivódik, és automatikus. Tehát itt a puttonyba viszem magammal, hogy milyen volt a kötődési mintám, biztonságos-e vagy bizonytalan. Sajnos a vizsgálatok azt igazolják, hogy 20 éves korban vizsgálva, ha a gyerek az első életévben egy bizonytalan, mondjuk szorongó vagy ambivalens kötődési mintát, programot vett fel, töltött le, bocsánat, hogy így mondom, az 20 éves korában is a szeretet kapcsolataiban megnyilvánul, és ez bizony eléggé befolyásolja az ő boldogság képletét, hogy úgy mondjam, hogy mennyire tudja magát bizalommal átadni a kapcsolatnak, mennyire lesz féltékeny, gyanakvó, hogy mennyire tud valahogyan a párjánál elfogadni egyfajta másságot, ami nem arról fog szólni, hogy akkor nem szeretsz engem, ha más vagy. Tehát ezek rendkívül fontos hát dolgok. Akkor ezt tényleg tanítanunk kellene valahol. Hol tanítjuk ezeket, vagy te, mint pszichológus? Igen. Hát mi, egyrészt igen? Ugye mi a pszichológusok számára teljesen alapvető, hogy ezt az ismeretanyagot átadjuk, de hát a családi életre nevelés... De nem mindenki nevelés... megy pszichológushoz. Hát teljesen igaz. Okay. Tehát mi a családi életre nevelés tantárgyának bevezetésével a kicsiket is természetesen próbáljuk ilyen szempontból. De ez a főiskolában. Játékos helyzetek, és a, hát úgy, hogy az
általános iskolában, igen, a közoktatási rendszer keretében, hál' Istennek, az új NAD-ban, nemzeti alaptantervben. A család életre nevelés az egy tantárgy. Tehát erre pedagógusok szakosodnak, felkészülnek. De ez nem olyan régóta van. Nem, most, teljesen új. Teljesen új. Teljesen új. Hát akkor nagyon jó kapukat döngetünk. Nagyon bizony, csak hogy ugye valamit szeretnék mondani. Igen. Más az, ami beívódik ott annak idején alapvetően a családban, és más az, amit egy ismeret szintjén a gyermek, mert a minta az hatalmas, automatikusan működő erő. Amit pedig így megtanítunk, az olyan, amit a gyerek játékban, helyzeteknek a megidézésében, meséknek és így tovább szimbólumoknak a felhasználásával elsajátít, és ki is próbál, és a társainál például alkalmaz, mert hogy azért csak tudjuk, hogy a családi életen belül a kommunikáción áll, vagy bukik szinte minden. És hogyha megtanítjuk az együttműködő kommunikációra a gyereket, akkor nem csak a társaival fog tudni sokkal elfogadóbban, nyitottabban, befogadóbban működni, hanem nyilvánvaló, hogy akkor még haza is viszi. Erről egy édes példát szeretnék elmondani. Igen. Ovoda, nagycsoportos ovoda, és Marshall Rosenbergnek az erőszakmentes kommunikáció, ma már ezt együttműködő kommunikációnak nevezzük, a zsiráf és sakál példázaton, metaforán alapuló kis módszerét gyakorolják. Ez azt jelenti, hogy ha én sakál vagyok, hát én egy gonosz vagyok, én olyan csúnyán beszélek, én olyan rosszakat mondok, én olyan durva vagyok. De ha én zsiráf vagyok, hát a zsiráfnak a leghosszabb nyaka van az élővilágban, magasról ugye lenéz, és így átlátja okosan a dolgokat, és a legsúlyosabb szíve 30 kilós a zsiráf szív. Nincs az élővilágban még ilyen súlyú szív, tehát nagy szívem van, okos vagyok, ilyen a zsiráf, tehát amit a zsiráf mond, csinál, az a jó. És akkor ugye az óvónő az alapjátékokat, hát ki van dolgozva. Mit mond a zsiráf, mit mond a sakál, a zsiráf hogy igazítja helyre a sakált, aki durva, csúnyán beszél, és hogy tanítja meg arra, hogy ó, nem így kell mondani, szépen úgy mond, és akkor ugye ezt próbálgatják. Persze a gyerekek a sakál szerepet egy időt abszolút nem akarják vállalni, de az óda pedagógus persze bemegy, és akkor hát ő lesz a sakál, ő mondja ezeket a csúnya, rossz dolgokat, mindenki zsiráf, és mindenki jutalmat akar azért kapni, hogy ő zsiráf nyelven tud. Na, hazamegy a gyerek, és ugye a szülei éppen állabál, és ugye veszekszenek, de ráadásul úgy, hogy a gyerek szinte be kell, hogy hurakodjon kettejük közé, ahogy egymáshoz közel kiabálnak. Oda szól az édesapjának, te most sakál vagy. Hát nagyon megdöbben rajta az apa, és te az óvodából jöttél, miket tanulsz te abba az óvodába? Na, veszi is a fáradtságot, bemegy, megkérdezi az óvónőt, mondja meg, hát mire tanítják ezeket a mi gyerekeinket? És akkor hát elmondja az óvónő, miről van szó, és megértette az apa, és egy bizonyos összeggel mindjárt meg is támogatta ezt a programot, wow, mert rájött arra, hogy ennek akkora jelentősége, az ő pöttöm gyereke megszégyeníti őt, hogy így pedig édesanyával ne beszélj, és hát ugye, hogy kellene zsiráf nyelven mondani, mert az a pöttöm már tudja. Na, ez az, amit játékosan mi meg tudunk tanítani. Igen, hát ez nagyon-nagyon örömteli, nagyon-nagyon jó dolog tényleg, viszont tényleg nagyon sokan vagyunk úgy, hogy egy csomó minden van a batyunkban, ahogy jövünk, ahogy megérkezünk a házasságunkba. És hát nem tudjuk levetkőzni rögtön, amikor rájövünk, ugye, hogy hát azért vannak problémák a kezdetekkor, gondolom elég sokan rájönnek erre, és igazából olyankor, amikor azért valaki rájön, hogy hú, segítségre lenne szükségem, akkor mit csináljon, akkor hova forduljon? Tudom, hogy az interneten most már, hogyha valaki megnyomja a gombot, ezt a gombot, akkor egy csomó mindent meg lehet találni, de azt gondolom, hogy ehhez azért mégis személyes kapcsolat szükséges. Nyilvánvaló, hogy amikor egy kapcsolat valahol zátonyra fut, akkor csak mindkét fél jelenlétével és hozzájárulásával lehet elkezdeni egy olyan fajta együttműködést, amiben a szószoros értelmében együtt vagyunk, a terapeuta tiszteletbeli családtag, a pár és a családterápia gyakorta két terapeutával folyik, azért, hogy férfi és nő páros terapeuta tudja megfelelően hitelesen visszatükrözni azt, hogy a párnál a problémák miként állnak elő, de a párterápia gyakorta persze egy terapeuta vezetésével is történik. A lényeg az, hogy ilyen alapsémákat rögtön világossá tegyünk. Ugye az egymás hibáztatása, okolása, ez egy tipikus probléma. És akkor hát eleve
azt a kérdést kell föltenni, hogy kérlek, mondd meg, mi a te részed abban, hogy ez előállt? Te vétlen vagy? Te vagy a hófehér és vethetetlen? De és amikor, csak a másik a hibás. Hogy közben, de amikor ilyen nagyon feldúlt állapotban van az ember, tehát megbántott állapotban, és az érzelmei a plafonon vannak, akkor ezt meg tudja csinálni? Vagy mit ajánlunk amikor, ilyenkor? Amikor az illető a párterápiára beül, akkor éppen egy ehhez képest kommunikációképesebb állapotban van, és nyilvánvaló, hogy azt például kérjük, hogy idézzék meg, hogy mit mond olyankor ön, amikor, tehát, hogy megidézzük azt a helyzetet, ami a másikat irritálja. Most szeretném azonban elmondani, hogy ugye eleve egy párkapcsolati krízisben olyan dolgokra derül fény, amiket mindkettő bevitt már a párkapcsolatba, tehát tudta, hogy a másik ilyen, mert hogy nem zsákba macskát választott remélhetőleg, vélhetőleg, hanem tényleg szerette és így választotta a másikat, de a legtipikusabb hiba az, hogy a kommunikációban, vagy az egymáshoz való viszonyban nincs meg az a fajta kölcsönösség, amiben a másiknak a másságát elfogadjuk. Tehát tulajdonképpen a vitakultúra rendkívül alacsony. És ezért a legalapvetőbb, amit el kell kezdenünk földeríteni, hogy nincs-e az a típus hiba, hogy nekem igazam van, a másik is az, hogy nekem is igazam van, és annak a beláttatása, hogy valójában egyiknek sincs igaza, vagy mindkettőnek, mert szubjektív érvényességek vannak. Én így látom. Ugye a nagyfehér elefánt leírásában a tudósok nem tudtak máshogy eljárni, mint aki a farkánál volt, azokat a jellemzőket írta le, aki az ormányánál azt. Tehát más a térkép és más a táj, így is mondhatnám. Tehát ha én így látom azt az adott dolgot, vajon szeretem-e annyira a másikat, hogy megpróbálok az ő szemszögéből, látni dolgokat, és viszont, mert olyan nincs, hogy csak mindig én igazodom, mert akkor nagyon elfáradnak a kapcsolati erők, sajnos, nagyon elfáradnak, és hogy ezért az a helyzet, amikor azt mondja az egyik, nem tudom vele megértetni, változzon meg, hát írásba adom, borítékolom, nem fog megváltozni. Tehát annak az elfogadása, hogy a másik az által, amit ő indított, egy feszült kommunikációs csatorna, megnyitott egy indulatos csatornát, az indulatosságra nyilvánvalóan indulatos lesz, vagy feszült, emelkedett hangú a válasz. Tehát elfogadni, hogy nincs abszolút igazság, van szubjektív érvényesség, tolerálom-e a másik másságát, hogy ő máshogy látja a dolgokat, és akkor ugye az volna, de egyetemesen is ez volna, de a parlamentben is ez volna szükséges, hogy, hogy a vita kultúra valahogy helyén legyen, hogy, hogy mi a közös célunk. Van talán nekünk, meg kellene hallgatni van közös cél. Van közös cél. Talán akkor tényleg van közös cél akkor a párkapcsolatban. Mi a közös célunk? Mi még mi vagyunk együtt? Vagy te is vagyok én fényévnyi távolságban egymástól? Akkor megsérült a mi. Megsérült a közösség. Megsérült az, hogy mi így összetartozunk, hogy van közös célunk, közös tervünk, közös jövőképünk. Akkor ez megsérült. Akkor egymástól messze állva két ember csatázik a saját igazáért, és mi van? Piruszi győzelem, mert leterítve ott marad mindkét fél. Tehát tulajdonképpen belehalunk, belepusztul a kapcsolat abba, ha valaki erőszakosan próbálja igazolni a maga igazát, mert ilyen nincsen. Vagyis, hogy elfogadom-e azt, hogy te így gondolkodsz, úgy, hogy akkor is, ha én máshogy gondolom, én azt mondom, te tudnánk közelíteni, én el tudom fogadni a tiedből, a, mondjuk ezt a, ennyit el tudok fogadni, és te el tudnál az enyémből fogadni mondjuk ennyit. Meddig jutunk a közelítésben? Vagy azt mondjuk, nem, mi erről nagyon-nagyon különböző véleményen vagyunk. Akkor ugye megfelteltem a párnak a kérdést, hogy volt ez, mielőtt összekerültek. Akkor tudták, hogy ilyen nagyon különböző véleményen vannak? Mert hogy sajnos akkor becipeltük az alapvető potenciális konfliktust, ezért mondja azt a párkapcsolati terápia is, hogy ne a terápiában kezd, hanem preventíve, vagyis a párkapcsolati felkészülés. Van ilyen felkészülés, és felkészítés a párkapcsolatra. És nagyon hasznos. Hol van emőke?
Csak az egyházakban tudok ilyeneket. Van hát máshol van, is? Van azért. Máshol is, de kétség kívül az egyház indítatás nagyon erős. De hát lám, most aztán kiemelhetjük azért, mert a család meghatározásában, a családról vallott alapvető felfogásban az egyház, azaz hitrendszerek, felekezeti szemléletek azok, amelyek egy az Isten, de abban tartunk egy irányba, hogy a házasság szentség. Vagyis ezt a spirituális dimenziót nagyon erőteljesen hisszük és valljuk, hogy nem csak összebútorozunk, hanem értett felelősséget vállalok. Hát ha mi az esküszöveget, akár mely felekezetnek az esküszövegét ideidézzük, megható. De azon általában elsírjuk magunkat, mert annyira gyönyörű, mert azt a férfiút, akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem. Szeretetből veszem el feleségül. Vele tűrök, vele szenvedek őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem hagyom. Tudom az egész esküszöveget. Miért tudom? Azért, mert amikor én kaptam azt a felkészítést, ami még messze volt, kislány voltam még. Még föl se fogtam igazán, hogy miket tanulok. De már akkor velem ezt megtanították. Megtanították azt, hogy mik azok az alapvető tételek, amik úgy jelenjenek meg a tudatomban, mint egy automatizmus, hogy tudom, hogy ez az, ami a helyes viselkedés kívánalma. Nem tűnődöm rajta, nem gondolkodom rajta. Miért? Mert hiszek benne, hogy ez az, amit az őseim, az elődeim, a szüleim mind képviseltek és továbbadjuk. És ez a kultúra, a kultusz, a csinálás, a gyakorlás, hogy milyen az élet gyakorlatom. És ha ezt sajátítom el, ezt ég be, ezt ültetem be magamba, akkor ezt tudom érvényesíteni. Hát egy szemlélet úgy formálódik, hogy mintegy belopózik az ember tudatába. Ezért van akkor a jelentősége annak, hogy mi most a média egy csatornáját felhasználjuk, hogy hát ha van, aki odafigyel, hát ha csak 1000 ember közül egy meg hallja, amit mondunk. Egy fiatal, aki azon elkezd gondolkodni, tettem én valamit azért, hogy majd szeretnék boldog kapcsolatban élni. Hát hogy kell felkészülni? Igen. És akkor mindjárt megkereshetem azokat a helyeket, de ha azt mondja a fiatal, én nem vagyok vallásos. Sajnos ugye nem nevelték őt azzá, mert ez is egy nevelés kérdése, hogy milyen hitrendszerbe neveljük be a gyerekeinket. De legyünk őszinték, még egyszer mondom, az ateizmus is egy hitrendszer. Olyan hitrendszerek is vannak, amelyek az univerzum lakóiként máshogy határozzák meg a létünket a világban. És nekünk, akik toleránsak vagyunk, mássági toleranciával rendelkezünk, mert ez benne van a mi hitünkben, hogy fogadd el a másik másságát, és hogy ezért toleráld azt, hogy ő olyan, és hogy ne vitázz vele, hanem próbálj szövetségesként megnyerni őt úgy, hogy beszélgessetek arról, hogy te így látod, én úgy látom, de mi ezáltal, hogy más a szemüveg rajtunk, mi ugyanazok a becsületes, rendes emberek vagyunk, alapvetően nagyon tisztességes, rendes emberek, csak más optikával látjuk a világot. Na most, hogyha ez a fajta alaptolerancia volna, akkor például, és itt hagy mondjam el, ma ugye egy nagyon más családkép és nagyon más gender identitás szemlélet, gender mainstreaming, ugye ez egy nagyon erős új áramlat. Na de ez egy új áramlat, ez most a kultúrának egy olyan nagyon erőteljesen ránk törő áramlata, aminek megvan egy bizonyos olyan követelménye, hogy tolerálj engem. És akkor én meghajtom a fejem, és azt mondom, hogy ha te így gondolod, te az ember, akit tisztelek, mert te az ember, tiszteletre méltó vagy, téged tisztellek, ha ezen a véleményen vagy, akkor azt szeretném mondani, téged tisztellek, de nem értek veled egyet. De akkor én szeretném tőled is azt kérni, hogy ne követeld, hogy én úgy legyek toleráns, hogy ezt tekintsem abszolút igazságnak. Vagyis akkor hagyj kérjem én is azoktól, akik más véleményen vannak, és szívem mélyéből mondom, hogy én tényleg tisztelem a másfajta hitrendszeren lévőket. Csak ne kívánják azt, hogy a tolerancia kívánalma jegyében az legyen az igazság, amit letesznek. Hagyják, hogy én máshogy gondoljam, mert az már erőszakosság, amikor azt mondják, nem jól gondolod, más az igazság itt van az én oldalamon, sehol nincsen az igazság az egy sokkal magasabb szintű kategória, semmint mi emberek kicsatázhatnánk. És hogyha valóban a spiritualitás dimenzióját és a magasabb erőket az életünkbe beengedjük, és azt mondjuk, hogy
ott van az igazság, akkor ez nagyon tisztává teszi a mi működésünket az emberi létezés egyértelműbbé, terepein. Igen. Egyértelműbbé, uh-huh. Így van. Ez csodálatos, én hallgatnálak nagyon sokáig. Picit talán arra kérnélek most, hogy menjünk bele a részletekbe olyan szinten, hogy a felvezetőben mondtam, hogy nagyon szeretnénk boldog családban élni, nagyon szeretnénk boldog feleségként élni. Hogyha esetleg lenne most így kapásból jó néhány tanácsod az iránt, az ügyben, vagy azoknak, akik igazán szeretnének boldog feleségek lenni, hogy mik azok a dolgok, amire úgymond oda kell figyelni, meg kell csinálni, akár legyen az hétköznapi, vagy legyen ez egy nagyobb volumen. Dolog. Igen. Hát ha azt mondom, hogy ennek a gyökér tényezője a szeretet, ami fölötte áll a szerelemnek, és hogy a szeretetnek a szeretet cselekvő, a szeretet hát igen, a Biblia is ezt mondja. Igen. Annak ellenére szeretlek, hogy sajnos bizonyos dolgokban nagyon is beleakadok abba, amilyen vagy, de annak ellenére szeretlek, mert a szeretet az egy olyan állásfoglaló én viselkedésmódja, amiben azt fér bele, hogy úgy vagyok hozzád hűséges, úgy köteleződtem el, úgy vállaltam érted felelősséget, amint te is én értem, hogy mi így vagyunk egyek. Nekem ez a problémám, neked az a problémád, ahol púp van, ott horpadás is van. Kinél merre mi? Igen. És hogy ezért te púpodat elfogadom, te fogadd el az én horpadásomat, és abban jussunk közös nevezőre, hogy ha már így összeszövetkeztünk egy életre, akkor ne károsítsuk egymást. Ez az alapvető tisztelet a másik iránt. Hogy én téged tisztellek, ha van nézeteltérés, az a nézet, itt van a nézet, itt meg én, ott meg te, és ott van a kezedbe a nézet, az egy más a nézet. Vagyis nézeteket csatázhat. Nézeteken csatázhatunk, de egymással alapvetően mégiscsak szövetségben vagyunk, mert ezen múlik, hogy mi képesek vagyunk együtt élni. Egyébként meg van egy nagyon fontos alapkönyv, Mihalesz Gábornak, adventista lelkipásztor és családterapeuta, párterapeuta, aki Gottmannak egy eléggé világhírűvé vált nemzetközi hírű családterapeutának a tanítványa. Van egy nagyon nagyszerű útmutatója, és hogy hát ez itt nem a reklám helye, úgyhogy csak azt mondhatom, hogy annyit, hogy Mihalesz Gábor könyvét keressék, akkor ez már elegendő, hogy majdnem kalauznak nevezném olyan útmutató, amiben a felkészülés a jó párkapcsolatra le van írva pontról pontra. Üljetek le egymással, kérdezzétek meg, ha majd együtt fogunk élni. Mi lesz a te dolgod, mi lesz az én dolgom, és mi az, ami közös? Hogy leszünk a szüleiddel, mikor látogatjuk, hogyan? Hogy leszünk mi a kapcsolatunkkal? Mi lesz a mi napunk, a mi óránk, amikor minden héten az az idő pontosan ki van tisztítva, hogy az csak egymáséi? Hogy leszünk a baráti körrel? Kit veszünk át a tiédből, kit az enyémből? Elfogadod az enyémeket, vagy nem fogadod el, és azt akarod? És ez így folytathatnám, de abban is megegyezés kell, hogy gyermeket akarunk-e. Nagyon fontos. Ezt általában a hölgyek iniciálják? Hát fiúk is, hát azt tudnám mondani, hogy nagyon megéri a fiúknak is így erről beszélni, és természetesen az ilyen dolgoknak a megszervezésében ez valóban olyan női ügyesség dolga, hogy szeretsz engem, beszéljük már meg akkor, hogy tudom, hogy nem szeretsz beszélgetni, valahogy félteke domináns férfi aggyal gondolkodó, vagy nem szeretsz beszélgetni, de ez esetben tedd meg. Igen, és akkor itt a következő kérdésem, hogy annyira különbözőek vagyunk, és igazából szerintem ezt nem látjuk. Aki nem ássa bele ebbe magát, egyszerűen nem tudja, hogy miért nem érti meg a férje őt. Hogyan tudunk ebbe segíteni? Hát egyrészt elfogadjuk azt, hogy nem azon fog múlni a szeretet, hogy most a névnapomról elfeledkezette, mert úgy is bűntudatosan elém áll, hogyha emlékeztetem, és azt mondják, tudod, hogy szeretlek. Hát honnan tudhatnám, ha nem mondod? Ugyanis a nemzetközi vizsgálatok nagyon érdekes kiderítették azt, hogy kultúra függetlenül mire van nekünk szükségünk. Adj nekem biztonságot,
és mondd, hogy szeretsz, fejezd ki a szeretetedet. Hát Chapman azzal lett világhírű, hogy az öt szeretet nyelvet például közéadta, itt járt Magyarországon, tanítgatta is a fiatalokat, hál' Istennek, hogy valóban mi is legyen, beszélgessetek egymással, minőségi idő, járj apró figyelmességekkel a kedvébe a másiknak, legyél olyan módon ott a szeretet kapcsolatban, hogy a testi érintés, a gyöngétség, a szeretet kifejezése legyen az életed része. Hát ezek azok, amik nagyon fontosak. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent hallottunk már arról, hogy akkor hogyan lépjük meg azokat a lépéseket, hogy igazán boldog feleségek lehessünk, de azt is mondtam a bevezetőbe, hogy hogyan nevelhetünk boldog gyerekeket? Elsősorban olyan mintaadással, hogy ahogyan mi élünk, legyünk erősek, tisztelettel mondom minden szülőnek, nézd csak majd meg, hogy a gyereked milyen párkapcsolatot csinál, képzeld, lekopíroz téged, pedig hogy lázadt a serdülésben, mondta, na ilyet biztos, hogy nem fogok tenni. Sajnos nagyon nagy a hatalma a mintakövetésnek, és ezért kell nagyon tudatosan azon nekünk fáradozni, hogy azokat a hiányosságokat, vagy azokat a csúsztatásokat, amiket a saját szüleink származási családban, ugye, nem tudtunk megfelelően elsajátítani, legyenek felülírva, mert hál' Istennek mindent meg tudunk tanulni, és ennek a legnagyobb hajtó ereje a szeretet. Van egy nagyon jó mondásod, próbáltam szemezgetni belőle az internetről természetesen. Nem jegyeztem fel az egészet, de annyira ideillik, most egy pár mondatot ebből olvasnék fel, hogy nekem nem mondják, hogy hogyan kell tangót táncolni, hanem mutassák meg, és járják végig velem. És még folytatódik az idézet, mert a vége az, hogy amikor ezt mind megteszik, akkor már szárnyalni tudok. És úgy, mint egy angyal. Hát ez annyira tetszett nekem, hogy ezt feltétlenül szerettem volna elmondani. Aki tanítja, most ez egy kicsit személyesebb kérdés, és természetesen olyan mértékig válaszoljál, ahogy ez kényelmes neked. Aki tanítja, annak hogy van a családja? Tehát hogy tudtad ezt te átadni? Mennyire nehéz ez? Szeretném itt említeni, hogy sokszor viccelődnek azon, hogy a Schusternek lyukas a cipője. Igen. Nálunk ez eléggé szabályozott egyrészt azzal, hogy aki ilyen terápiát vállal, annak saját magának át kell mennie egy olyan fajta párkapcsolat elemzésen, család elemzésen, genogram, származás, családtörténet, és itt most nem sorolom. Ez az egyik, tehát, hogy nekünk igen, szembe kell néznünk azzal, mi a magunkkal hozott, mi az, amit szüleinktől lekopíroztunk, mi az, amit saját magunk hozzáadtunk, milyen is a mi egész párkapcsolati rendszerünk. Másrészt meg, hát ez tényleg nagyon fontos, hogy szupervízió kötelezettség van. Aláírjuk és fölesküszünk rá, hogy a saját problémáinkban, mert ugye, ha egy kamasz gyerekem otthon csinálja az arénát, és bemegyek terápiára, és akkor pont egy ilyen problémával találkozom, mert ezt hozza a szülő, nyilvánvaló, hogy a szemellenzőm, hogy magam is ugye érzelmileg nagyon befolyásolt, érintett vagyok, meghatározza, hogy én nem tudok elég objektív lenni, nem tudok elég segítő lenni. Ezért van a szupervízió, az egy olyan szakterület, ami Magyarországon is létezik, a mi egyetemünkön folyik egyedül Magyarországon szupervizorképzés, diplomás, amelyik a segítő segítését célozza, vagyis a hivatás személyiség gondozását, aki terapeuta, aki dolgozik ilyen módszerekkel, az megy és segítséget kér. De nálunk például módszer specifikusan egy pár és családterapeuta, vagy aki ilyen munkát végez, akár csak konzultáció, nem kell feltétlenül terápiáról beszélni, konzultáció, az szupervíziót kap egy olyan terapeutától, aki már nagyon sok éve működik így, tehát egy szénior terapeuta szupervizortól, aki ugye sokkal inkább képes arra, hogy megsegítse ebben a munkában. Együtt gondolkodásról van szó, hogy ne tudjuk a vakfoltjainkkal elhomályosítani az általunk vezetetteknek a tisztánlátását is. Az önbizalom hiánya az végig kíséri, ahogy én látom, az életünket. Egész kiskortól kezdve. Erről is írsz néhány gondolatot, hogy a szülők hogyan beszéljenek a gyerekeikkel. És hogyha ez ugye nem történt meg, egy picit ezt végigkövethetjük, hogy a gyerekeket hogyan tanítsuk,
hogy legyen egészséges önbizalmuk. Aztán, hogyha ez mégse sikerült, akkor hogyan tehetünk szert arra, hogy felnőttként meg tudjuk változtatni önmagunkban, hogyha sérült ez az önbizalom a szüleink miatt, vagy bármi más körülmény miatt, hogy ezt hogyan tudjuk megváltoztatni, hogy egészségesek legyünk. Tehát hát először a gyerekekről, hogyha esetleg... Persze, akiben bíztak gyerekkorában, az feltölti magát bizalommal, ebből lesz az önbizalom. Ha nekem különösképp 6-10 éves kor között ez az önbizalom kiépítésének a nagyon fontos, úgymond szenzitív időszaka. Ezért azokat a szülőket, akik ilyenkorú gyerekeket nevelnek, tisztelettel arra kérem, vigyázzon arra, hogyan beszél a gyermekről, a gyermek teljesítményéről, hogy vajon nagyon perfekcionista módon követel-e olyan teljesítményt, amit a gyerek nem tud elérni, és akkor kevesebb értékűnek érzi magát, mert minden a csökkent értékűség, az énnek ezek a hibái és mínuszai abból az időszakból jönnek, amikor még önismereti zárlat van, ez 10 éves korig tart. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk, de megmondják a pedagógusok, a szülők, és sajnos ez ég be. Tehát ha én rám azt mondják, hogy ez a gyerek hát egy kétbalkezes szerencsétlen, akkor én elkezdek félni attól, hát ő az okos, az idős, azt mondta, ilyen vagyok, akkor tényleg, és elkezdek a szerint működni az életben, hogy én kétbalkezes vagyok. Ezért az, hogy erősítsük meg a gyereket, bátorító pedagógia, ez egy külön világ sikert aratott pedagógiai módszer, ami azt mondja, hogy bátorítsd, és ha kudarca van, emeld föl, és mondd azt, hogy ez volt tegnap, de te ügyes vagy, és meg tudsz vele küzdeni, és ez a bizalomadás, hogy én bízom benned, hogy neked menni fog, és szeretlek, és menni fog neked. Szeretlek, és menni fog neked. Becsüllek, menni fog. Szárnyakat ad. De hát olyanokat nem mondjunk a gyereknek, hogy te kis ördög. Isten őriz, hát kis ördög attól függ játékosan, mikor ezer ördög van benned. Uh-huh. Na, hát, szóval attól függ, hogy hogyan. Egyébként hát, de annyira örülök. Valaki sokszor hallja, akkor ez persze, nagyon durva. Az biztos, hogy destruktív. Uh-huh. Minden, igen, ami akár jelzősen is, de leértékeli a gyereket, sajnos ekkor beépül, és cipeli egy életen át, és hogy nagyon nehéz, mert majd a szerelemben fogja azt érezni, hogy a másik úgy fogadja el, ami ilyen vagy, tökéletes vagy. Csak sajnos ez az idealizáló fázisa a szerelemnek, amikor is ügyed, és akkor a idealizálás után jön a devalválás. Törvényszerű. És ezért van az, hogy a szerelem lázában az a kép, ahogy látjuk a másikat, olyan érintetlenül tökéletesen nem tud megmaradni. Mert hát ténylegesen az van, hogy senki se tökéletes. És amikor az apró hibákat észreveszünk, akkor jön a devalválás, mikor leértékeljük, pedig csak a helyére kerül. Csak akkor rajtam volt a rózsaszín szemüveg, és ezért láttam másnak. De mégis a szerelemben kapjuk meg azt, hogy úgy érezzük, tökéletesen elfogad. Minden estől úgy szeret, amilyen vagyok, és bár megőrződne az a tiszteletteli, igen, szeretet, uh-huh, megbecsülés, ami már nem a szerelem, újra mondom, az agapé, az, hogy te embertársam vagy, szeretlek, vállaltalak téged, felelősséget vállalok, érted, és nehéz szeretni téged, néha oly, de nehéz, de azért mégis azzal, hogy melletted vagyok, hogy kitartok, hogy megpróbálom javítani a kapcsolatunkat, szabadjon elmondani egy világhírű kísérletet, amely a Harvard Egyetemen most már évtizedek óta folyik. Három dolgot kérdez ez a hatalmas longitudinális kutatás. Mitől maradsz egészséges? Mitől érzed magad jól a bőrödben? Elég jó életminőség, boldogság, és a harmadik 80 évtől hosszabb élet. Na most azt monitorozzák, hogy születéstől kezdve egy ember életútján, de testi, kapcsolati, mindenfajta szint, mi történik vele? Hatalmas adatbankokat csinálnak, és amikor valaki már ugye elhagyta azt a bizonyos 80 évet, és valamikor aztán meghal, megnézik a 80 fölöttieknél, mi az, ami ez a három tényező együtt járt ennek az embernek az életében? Na akkor mi is az, ami ennél az embernél együtt jár ezzel a helyzettel, boldog, egészséges, 80-tól hosszabb életű. Mi az, ami visszatérőleg az ilyen emberek életében jellemző, ezt pozitív korrelációnak nevezük, együttjárás. Igen. És mi derült ki? Mi derült hát ez ki? Egész döbbenetes. Első tétel, olyan jó párkapcsolat, ahol a másik fontos tud lenni,
nagyon fontos a számomra, és viszont úgy nevezzük ezt szükségeltségi szükséglet, hogy szükségem van rád, és hogy nélküled úgy érzem, hogy nem is vagyok egész ember. Vagyis ez a jó párkapcsolat, jó családi élet, viszontagságok, gyűrődések elviselése, a kapcsolat javítási készsége. Hogy megpróbálom helyrehozni, megpróbáljuk helyrehozni. Ez a mi tudat, amiről beszéltem is, hogy most nem én és te, és a vitában szétszaladhatunk, de mi mégiscsak egyek vagyunk. Uh-huh. Nem úgy, hogy megesszük egymást tökéletesen, nem úgy, hogy már nem kibírhatatlan a szimbiózis, ez a szerelem, már megesszük uh-huh. egymást, hanem amikor egy kicsit már távolság, de még mindig itt van a szövetség, nem engedjük el egymást, mert mi már mások vagyunk. És a harmadik, egy megbízható, legalábbis szubjektíve jelentős baráti kör. Egy szűkebb baráti kör. Ez a három. Jó párkapcsolat, jó családi élet és baráti kör. És akkor még egyet szeretnék mondani, ez meg. Most ugye eszembe jutnak ilyen híres kísérletek, és főleg olyanok, amik longitudinálisak, vagyis évtizedeken át folytatják, és generációról generációra, miközben a feltételek körülöttünk iszonyú módon változnak. Hmm. És akkor kiderül, hogy nem a külső feltételek azok, amik dominálóan megszabják, 10%. Na mondom a másikat. A Wisconsin Egyetem, Észak-Amerikai Egyetem. Olyan vizsgálatot csináltak, hogy fiatalokat néztek, hogy milyen a jelenlegi párkapcsolatuk, és megkérdezték, hogy milyen a származási család kapcsolata. Édesanyáddal való kapcsolat, édesapáddal, milyen volt a gyerekkorod, milyenek voltak a szeretett kapcsolatok, a minták, ugye? A másik szint, amit néztek, van-e munkád? Hát ugye két lábon állunk a világban, az egzisztencia, a munka, a hivatás és a családi élet. Tehát nézték ezt a szintet is, van-e munkád, pénzt keresel-e eleget, milyen a gazdasági, anyagi ellátottság, és így pontozták. Na most itt van a anyagi alap, és itt van a kapcsolati szint. És akkor azt nézték meg, hogy ahol, mert pontozták persze, és akkor megnézték, hogy összességében milyen életminőség szint jön ki ebből, életminőség szint. És akkor azt találták, hogy ahol a származási családban rend volt és pozitív hozamok, ahol a jelenlegi kapcsolat is jó és valóban biztonságos a szeretett kapcsolat és a családi élet, ott még akkor is, ha ez az alsó szint mínuszban van, csak 10%, akkor is sokkal magasabb a boldogság szint. Vagyis, hogy fundamentálisabb a személyes kapcsolati boldogság szint, mint az anyagi jólét fölül írja. És bebizonyították azt ezzel a kutatással, hogyha a fölsőbb szint, azért mondom fölsőbb, mert ez a meghatározóbb a boldogság szempontjából, hogy ez a fölsőbb szint nem volt olyan jó. Nem is voltak igazán törődők a szüleim. Nőttem, mint a dudva. Uh-huh. Csak éppen semmi igazi, mély kötődés. Édesapám, már nem is beszélek vele. Édesanyám, ki tudja, mi van vele. Szóval értjük ezt, ilyen szeretettelen kapcsolat. És a jelenlegi párkapcsolatban is mínuszok, ugye ezek mind-mind-mind külön pontozásra kerültek. Tehát, hogyha ez a szint nagyon alacsony pontértéket ért el, ez a szint viszont abszolút csúcson volt. Minden. Anyag jólét, munka, pénz és jólét. A jólétet most itt egyellel mondom, nem kétellel. Ez a jólét, az meg a jólét szintje. Tehát, hogyha az anyagi jólét tökéletes volt, viszont a felső szint alacsony, összesítő boldogságindexen kívül alacsony volt. Tehát itt is az bizonyosodik be, hogy ez az anyagi szint, ez mintegy 10%, csak 10%. Akkor is, ha dőzsölök, hát muszáj tudomásul venni, hogy muszáj, hogy ehhez hozzájáruljon nagyon jó kapcsolati szint. És hát azért előfordul ám ilyen a igazi boldogság, hogy nagyon jó anyagi ellátottság, nagyon jó párkapcsolat. Milyenek ezek az emberek? Na, ezt is megvizsgálták. Tudod, milyenek ezek az emberek? Adakozók, nyitott szívűek, vagyis nem önzők, hanem nyitottak és mások életét gyámolítók, és tudnak adni, tudnak gondoskodni másokról, és nem zárják be elefántcsontoronyba a saját életüket. Ez teljesen bibliai. Az Úr Jézus is mondja, hogy adakozzunk, szeressük egymást. Nagyon sokan, ugye nagyon zsugoriak, akiknek van pénzük, de akik valóban, ahogy te mondod, mind a kettő szint, ugye stimmel, azok tényleg egyszerűen szárnyaló emberek. Hát igen, és a szeretet kapcsán azért csak még azt az igét elmondanám, ami engem olyan sokszor megsegített az életben. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.
És ott van, hogy akik szeretik az Istent, és hogy mit jelent az Isten szeretete. Igen, nehéz úgy szeretni, hogy ez a legfelső szeretet, ez nem táplálódik újra és újra. Most csak arról beszélni kitekintésképp, hogy beszélünk mi itt párkapcsolaton, és a magányos ember, aki nem az egyedül élő, hanem aki magányos, hogy nincs szeretet kapcsolata, mert sokan élnek egyedül, de a magányos csak az, akinek nincsen szeretet kapcsolata. Soha nincs egyedül, aki Istennel kapcsolatban van. Soha. Hát ő már nem beszélve, hogy nyilvánvaló az út az Jézuson átvezet, ami hitünk szerint, tehát ezért Jézus a jó pásztor. Szóval azért ott van olyan segítség, hogy soha nem vagyok magányos. Mert hogyha volna olyan pillanat, amikor úgy érzem, hogy senki se fogja a kezem, na tényleg, az Úristen és Jézus mindig van, aki soha fogja. Nem vagy el. Soha nem ez vagy az el. Ígérete, igen. Hát ugye ez nekünk, gyakorló vallásos hívő embereknek nagyon nagy megtartó erő. És akkor arra gondolok, hogy ugye ebben az Európát védelmező, épségét védelmező keresztény kultúrában, amiben mi élünk, vajon mi elég erővel tudjuk-e úgy képviselni a hitünket, hogy ez a hit megtartja az embert is, meg megtart valamennyiünket. Vagy nézünk egy olyan hitrendszerre, ami kőkemény, ami Allah nevében óriási erőket képvisel. Hol van a mi keresztény hitünk? Hol törpül el emellett? És akkor vajon, hogy is vagyunk mi? Hogy védelmezzük ezt a keresztény Európát? Azt mondja az Úr Jézus, hogy világítanunk kell. Tehát ez a feladatunk, és tényleg azt gondolom, hogy a keresztény Európa az nagyon lapos szinten van. Semmiféle előítélet nincs. Igen. Az embertársamat tisztelem és szeretem. Igen. De azt kijelentem, hogy az a világ győztese, aki szilárd hittel, és merném hozzátenni, ami keresztény kultúránk üzenetét, Európa üzenetét, keresztény Isten hittel védelmezi az otthont, a családot, a kultúrát, azt, amiben mi élünk és vagyunk. Nem ellene valakinek? Nehogy valaki aztán kiforgassa azt, amit én most mondok. Nem valaki ellen. Csak a sajátunkat védelmezzük. Ennyi csak. Igen, és ez mennyire csodálatos dolog, mert Istenből fakad, mert ő a forrásunk. Egy picit, hogyha visszatérhetnénk arra, hogy ugye arról beszéltünk most, hogy világítsunk, és ezt a szeretetet közvetítsük, de tényleg abban akad meg szerintem, hogy mivel ha egyedileg, egyénileg nem vagyunk egészségesek, akkor nem tudjuk ezt az isteni szeretetet sem képviselni. Talán oda egy picit arról szeretnék még hallani, hogy felnőttként, hogyha rossz környezetből jövünk, és nincs elég önbizalmunk, nem egészséges az identitásunk, akkor mit csináljunk, hova forduljunk? Hogyha van ebben jó tanácsod, Emőkem? Hát most Böjte Csaba jut az eszembe az ő üzenete, hogy ha egyetlen ember van, aki megfogja a kezed, akkor már soha többé nem leszel egyedül. Ugye hát ő ilyen szempontból tényleg a szemcsodákat művel, az a biztos. Saját igen. Különleges nevelés, igen. Isten szeretetén átsugárzó nevelési igen. erő az, amit ő képvisel, és még a legszigorúbb kritika is meghajtja a fejét, mert nem tud ellene szólni, mert ott van a bizonyíték, hogy az ő gyerekei, az általa nevelt gyerekek milyen szelídek, és milyen istenfélők, és hogy mennyire erősítik azt a keresztény gyökérzetet, amiben mi itt Európában létezünk, és így juthatunk szövetségre. Én csak azt tudnám mondani, és tényleg egy kicsit nehéz szívvel, szomorúan, hogy gondold csak el, 13.500 pszichológus van, évente 500-zal növekszik a számunk. Mi igazi szolgálatra kész emberek vagyunk. Egy részünk istenhívő, más részünk nem istenhívő, de egyben mi közösséget vállalunk, hogy mi fölesküdtünk azért, hogy a másik javát szolgáljuk a szaktudásunkkal. Ha ez a kormányzat elfogadná, hogy mi igazi szakértő segítők vagyunk, megengedni, hogy bemenjünk a szenvedő emberek közé, megengedni, hogy lehetővé váljék, hogy a családi életet mi segítsük elő, ha a népegészségügyi programban szerepelnének pszichológusok is, mert rólunk megfeledkeztek. Ha ez a szolgáló nemzedék, ez a sok-sok ezer ember a méltó helyét a lelki szolgálatban megkapná, nagyon nagy jelentősége volna a családi életre nevelést, a betudni
kellene vinni minden iskolába, például, hát most már majd remélhetőleg előírásosan bekerül, de hogy be tudná vinni például egy iskolapszichológus, hogy micsoda óriási szolgálatot tudnánk mi tenni. És akkor megint csak az elfogulatlanságra hívom fel a figyelmet, meg az embertársi tiszteletre, hogy te ilyen hitű vagy, te olyan hitű vagy, de alapvetően van egy olyan élettörvény, amiben mindketten vagy mind annyian kell, hogy higgyünk, hogy az életet védelmezzük minden módon. És ha az élet építése mindaz, ami jót tesz az élet védelmének, továbbvitelének, szolgálatának, ebben mi közös nevezőre jutnánk, akkor megvolna az az alap, amiben konszenzus van a világban. De így nem lehet konszenzus. Úgy nem lehet, hogy például kirekesztenek 13.500 pszichológust a szolgálatból. Kényszer vállalkozónak kell elmennie. Rivalizálnia kell, idézőjelben mondom persze a rivalizációt, mert hogy velünk rivalizálnak. Olyan területek, amelyek hát képzetlen embereket bocsátanak közös szolgálatra. Szóval ugye nagy a sarlatanizmus, viszont nagyon nagy a lelki szükséglet is, a segítség szükséglete. És nincs megfelelő térkép tájékozódás, mert nincs egy közhiteles nyilvántartás, hogy az az ember, aki úgy szeretne segítséget kérni, de nincs emberem, mondja az ige is, nincs kihez fordulni, és mondjuk nem egy istenhívő ember, hát akkor egyházhoz sem fordulhat úgy olyan egyszerűen, könnyen, mert hogy is, hát azt se tudja, nincs milyen az útja. Hát akkor miért ne lehet egy olyan szakmának, amelyiknek eskü köti, hogy az embert szolgálja a maga hitében. Nem térít, nem változtat, nem akar semmi mást, mint hogy az ő szolgálatára állni, hogy ő talpra tudjon állni, és ő saját erőből tudja kiküzdeni magát abból a helyzetből, amiben föltartotta a kezét, és hogy egyedül nem megy. Miért vagyunk arra kényszerítve, hogy aki föltartja a kezét, hogy egyedül nem megy, az mehet az orvoshoz, aki címkét ad neki, pánikbeteg, aki gyógyszert ad csak neki. Csak gyógyszert, igen, általában. És akkor, ugye általában gyógyszer. Miért ne lehetne lelki gondozást végezni, ha már egyszer úgy korlátozódott a szekularizáció révén a vallásosság, hogy az egyházi lelki gondozásnak a teren rendkívül beszűkült. Miért ne lehetne ezt a teret kiszélesíteni? Ja, ehhez legalább egy közhiteles nyilvántartás kellene, hogy az emberek, mikor ott állnak tanácstalanul, nézzék már meg, hogy államilag támogatott, központilag támogatott tajkártyás rendszerben hova tud fordulni, ahol épp úgy megkapja a segítséget, mint ahogy az orvosi segítséget megkapja. Miért? Az egészség az csak biológiai? És akkor mit csináljunk a lelki egészség problémájával? Szerintem még mindig ott tartunk, hogy az embereknek ez föl sem merül, nagyon sok emberrel már beszélgetem, hogy föl sem merül, mert az ciki pszichológushoz menni. Hát most menni. Ugye ez a kultúra dolga, és ez például a mi dolgunk is innen, ebből a médiumból, és a televízió minden csatornájából. És ez az, amikor azt mondom, hogy az ismeretterjesztés az lényegében pótolja a természetes belenövéssel adott életminták hiányosságait, ha nem kapjuk meg a felnövekedésbe, ha nem kapjuk meg itt-ott, akkor mindenképpen úgy kell az emberi elmét csiszolni, és úgy kell a szemléletet formálni, hogy elérhetővé tenned, nem tudok róla, azt hiszem, mert egyik mondja, én is azt mondom, amit a másik, hogy a borzasztó nagy a norma követési hajlandóság az emberben. Ha egy métert 10 ember közül 9-90 centire mond egy métert, akkor én is hajlom arra, hogy azt mondjam, pedig látom, hogy az ott nem annyi. Az de mert olyan igen. Nagy az idomulás, ugye, hogy én is hasonló vagyok, oda tartozom. Ugye ezek nagyon erőteljes nyomások az emberben, mert az oda tartozás szükséglete hatalmas nagy. Tehát, ha mi azt az igét terjesztenénk, azt, ami van olyan is, hogy világi ige, az, hogy mindazok, amiket egyébként egyházi keretben mi képviselünk, hiszünk, vallunk, annak az emberi életre vonatkoztatható részét, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan próbáljunk meg toleránsan együtt élni, tiszteletben tartani egymás véleményét,
Te azt mondod, hogy a migránsokat beengedni, te meg azt mondod, hogy nem beengedni. Akkor próbáljunk meg abban gondolkodni, hogy mi a te képed a jövőről, hogy hogyan lesz 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva, és kérlek, beszélgessünk. Nem vagyunk ellenségek, remélem, nem. Tudod, hogyha ide el tudnánk jutni, Istenem, nagyon-nagyon más volna az élet. Ez nagyon szép végszó lett, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, én nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon öröm mindig veled beszélgetni, nagyon szépen köszönjük a kedves nézőknek is a figyelmét, hiszem és remélem, hogy önök is ugyanígy gondolkoznak erről az elmúlt 1 óráról. Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk tartottak, Isten áldja önöket, viszontlátásra!